Volt, aki fényképezte, más megtapsolta a Lovas zarándoklat résztvevőit, akik Érről érkeztek Tolnára, hogy megkoszorúzzák a mohácsi csata emlékművét. A helyiek egy csoportja még a népviseletét is magára öltötte, ezzel is tisztelegve a Rády József Huszárbandérium tagjai előtt, akiknek az öme Tolna megyei, de a Fehér megyei Száról is 5-en csatlakoztak a közel 200 kilométeres utat végig lovagló csapathoz. A lovasok úgy tapasztalják, egyre népszerűbb a zarándoklat szerte az országban. Tavalyi évhez képest egyre többen. Azért ennek az eseménynek híre megy, és csatlakoznak hozzá civil szervezetek, és ezeket próbáljuk minél többet bevonni, hogy nagyobb híre legyen. Az 500. évfordulóra egy nagy zarándokút legyen a mohácsi csatavesztés, amiben az ország végül is belerokkant, és a közép-európai nagyhatalmi státuszát a Magyar Királyság elveszíti. A 11 fős csapat II. Lajos seregének 180 kilométeres útvonalát járja végig Lóháton Értől Mohácsig. Ezen az útvonalon vonult végig a magyar királyi sereg 1526-ban, hogy aztán augusztus 29-én Mohácson összecsapjon a török sereggel. Kevesen tudják, hogy az akkoriban nagyvárosnak számító kereskedelmi csomópontként is működő Tolna a katonaság stratégiai fontosságú helyszíne volt, emelte ki a zarándoklat szervezője, Varga Zsolt. Tolna nagyon fontos szerepet töltött be, hiszen nagyváros volt akkor, nagyon fontos közlekedési csomópont, hajókikötővel rendelkezett, fontos kereskedelmi központ is volt, és a lakosságának a száma az 15-16 ezer fő, ami Budáéval vetekedett, és hát nagyon fontos azt is tudni, hogy a mohácsi sereg felvonulásánál, mivel Tolna a Via Militaris, a hadiút mentén feküdt, ezért fontos szerepe volt, ez volt az egyik gyülekezőhelye a seregeknek. A zarándoklat célja felhívni a közvélemény figyelmét a mohácsi csatára. Tolna után Szexárra, Bátára, Dunaszekcsőre, majd Mohácsra vonul a Huszárbandérium. A Mohácson található II. Lajos emlékműhöz várhatóan augusztus 29-én a délutáni órákban érkeznek.